Ich begrüße unsere liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen die Sendung des Ungarn-Deutschen Magazin. Bleiben Sie mit uns. Gedenkfeier und Grenzniederlegung in Kisztorok. Den verschleppten und ausgesiedelten Kleindorogen wurde gedacht. Nationalitäten, Instrumentalmusik, deutsche Gasse. Die letzten vier Stationen des Ungarn-Deutschen Lehrpfades in Mohács. Die Jinka Grüne Wiese Deutsche Nationalitäten-Tanzgruppe feierte ihr 40-jähriges Jubiläum. Im Rahmen einer schwäbischen Modeschau wurden die erfolgreichsten Choreografien der Gruppe wachgerufen. Sie musizieren seit mehr als 50 Jahren. Neuer Dirigent an der Spitze der Bavazer Blaska. Am 20. März wurde in Kleindorog dem verschleppten und nach Deutschland ausgesiedelten gedacht. Die Gedenkfeier wird Jahr für Jahr von der Deutschen Nationalitäten-Selbstverwaltung und des Deutschen Traditionspflegevereins veranstaltet. Nach der Heiligen Messe folgten Kranzniederlegung und Gedenkreden. Die Feier wurde durch vom Chor Wiesenthal gesungene deutsche Lieder feierlich eingerahmt. Március 20-án vasárnap délelőtt a kisdorogi katolikus templomban szentmisével kezdődött a településről elhurcoltakra és kitelepítettekre emlékezés, amelyen a német egyházi énekek a Vejszentál kórus előadásában csendültek fel. A Málenkii robotra elhurcoltak emlékműve 2016-ban készült, a gránit táblán 73 személy neve olvasható. A nevek mellett, akik ott hunytak el, egy kis kereszt látható. Ez 2006-ban is azóta minden évben megkoszorozzuk. És látván ezt a helyet, és szerintem egy kis dolog, egy központi helye ez a tér, és láttuk az igényt, hogy itt még lehetne egy kitelepítési emlékművet is elhelyezni, és ekkor kerestünk egy művészt, aki tudna ebben segíteni, és így találtuk meg Varga Gábor dombovári szobrászművészt, aki elkészítette pirogránitból ezt a kitelepítési emlékművet. Ezt is már 4 éve készítettük el. Egy közös megemlékezést tudtunk csinálni, belevonva a kisdorogi 3 nemzetiség résztvevőit is, akik mindegyik nemzetiség, akik itt élnek Kisdorogon, meghurcoltatásban részesültek. A koszorúzáson nem csak Kisdorog, sváb, székely és felvidéki lakosai, hanem a környező települések német önkormányzatának képviselői is részt vettek. Nagyon jó a kapcsolatunk a völgység német önkormányzataival. Tartjuk a kapcsolatot, mindegyikükkel szinte már együttműködési megállapodást kötöttünk, és egymás rendezvényeire természetesen eljárunk, megtiszteljük egymást, és ez így én szerintem meghittebb és jobb. 73 gulágra elhurcolt idős emberből még 2 élnek a faluban, de amikor azt a gránittáblát ide helyeztük, akkor még 4-en, és akkor még a 4 közül még 3-at ide is tudtunk hozni, az volt igazi, és az ő leszármazottaik itt voltak, és hát természetesen megkönnyezték az ő szenvedésüket. Ünnepi beszédet mondott Pál József plébános, Csibi Krisztina a Magyarságháza igazgatója, és Krémer György a Tolna megyei Német Önkormányzatok Szövetségének titkára, aki elmondta, fontosak ezek a megemlékezések, nem csak az érintettek, hanem mindannyiunk számára, hogy tanuljunk a múltból. Azt hiszem, nem csak a kisdorogi német hagyományőrző csoportnak, nem csak a kisdorogi német önkormányzatnak, aki igazából felvállalja évről évre ennek a kis megemlékezésnek a szervezését, hogy évről évre összegyűjünk, és mindazoknak a szenvedéseit felidézzük, akik a lágerekben hunytak el, vagy ott szenvedtek több éven keresztül, illetve mindazok, akiket kitelepítettek Kisdorogról, illetve a sváb Törökország egykori nagyobb régiójából. Több mint 10 000 főt
vittek el Málenki robotra 1945. januárjában, 44 év végétől kezdve ebből a régióból, és azt gondolom, hogy így talán nem hiába való mindaz a szenvedés, amit nekik át kellett élni, hogyha ebből még meríthetünk, és évről évre felhívhatjuk a figyelmet arra, hogy mindezek megismétlődhetnek, hogyha nem tudatosítjuk magunkba, hogy a legfőbb érték az a béke és az emberek egymás iránti tisztelete. Nagyon szerettünk énekelni, tehát nagy részt német ajkúak vagyunk, vannak magyarok is a csoportban. Nagyon szerettünk énekelni, szeretnénk a hagyományainkat, szüleink, nagyszüleink népszokásait, népdalait tovább megörökíteni az utókornak, unokáinknak is, hogy fennmaradjanak, hiszen olyan gyönyörű dalok vannak. A Vejszentál kórus által előadott honvágyról és hazaszeretetről szóló dalok méltó keretbe foglalták az ünnepet. Mensch, Gemeinschaft, Volksgruppe. Der neue thematische Weg, der am Mohacer Donauufer beginnt, lenkt die Aufmerksamkeit im Verhältnis dieser drei Begriffe auf die Niederlassung der Mohacer Deutschen sowie auf die Werte und Merkmale, die am meisten das Leben der ehemaligen Kolonisten bestimmten und durch welche bis heute das Leben ihrer Nachkommen bestimmt wird. Nach den ersten drei Stationen des mit interaktiven Elementen versehenen Lehrpfads begehen wir jetzt die letzten vier Stationen, die in die mehrere Jahrhunderte alte Geschichte des Deutschtums, in ihre Handwerkkultur und Instrumentalmusik sowie in den Alltag der Einwohner der ehemaligen deutschen Gasse Einblick gewähren. A mohácsi német nemzetiségi tanösvény első három állomásán megtudhattuk, hogy az első telepesek között érkezett ide Wilhelm Lenger, hogy a hajómalmok közül 120 éve 27 működött a Duna városi szakaszán, hogy kenyér helyett tésztát ettek a halas ételekhez is, aztán így vált hagyománnyá Mohácson a halászlé fogyasztása gyufatésztával, és hogy az utolsó hajómolnár Herger Röder János 1952-ig őrölte itt a gabonát. A tematikus sétaút negyedik állomását a város főterén helyezte el a mohácsi német önkormányzat. A tábla főszereplője Martinelli Jenő három leány szobra, ami a város és az ország három meghatározó nemzetiségének barátságát hivatott megszemélyesíteni. A magyar, a német és a sokac népviseletbe öltöztetett lányok ennek a barátságnak a képviselői. Ez a szobor azt szeretné példázni, hogy Mohácson sok nemzetiség már évszázadok óta tulajdonképpen békében él egymással, egymás mellett. A szobor névadója, Schrempf Terézia, aki 1930-as évek elején apjával, nagynyárádi származású családról beszélünk, apjával Mohácson járt, és akkor tervezték ennek a szobornak a felállítását. Gyönyörű népviseletében mindjárt szemet szúrt a modellt kereső embereknek, és így ő lett ennek a Martinelli Jenő szobornak a sváb modellje. A család nagynyárádi származású, Schrempf néven született Terézia, de ahogyan akkoriban a 30-as években jellemző volt, magyarosította a család a nevét, és így Sikrai Terézia lett. Ez a magyarosítási folyamat itt a városban az asszimilációval a 30-as években nagyon jellemző volt, tehát sok neves ügyvéd, például a Mohácson nagyon neves Ete János is tulajdonképpen Johannes Endrőnek látta meg a napvilágot, tehát többen magyarosították a nevüket. Hogyha megnéznénk a Mohácson élő nemzetiségeket, akkor megállapíthatnánk, hogy a 1700-as évek elején először a szerbek jelentek meg itt a városban, 1730 körül a horvátok, és az 1760-as években a svábok. A Deák téren lévő ötödik állomás az egykori híres zenetanárnak, Gász Mihálynak állít emléket. Gász Mihály Mohácson, valamint számos környékbeli településen oktatott fúvós hangszeren és harmonikán tanuló gyerekeket. A mohácsi német önkormányzat a zenetanár születésének századik évfordulójára 2024.
2024-re nagyszabású harmonika versennyel készül. Tevékenysége során összegyűjtötte azokat a sváb dallamokat, amelyek az 50-60-as években még nagyon autentikus körülmények között itt voltak a városban és a környékén, illetve zenekara, a gázzenekara az 50-60-as években elválaszthatatlan része volt a különféle lakodalmaknak és svábbáloknak. Fúvós zenekaroknak vezetője is volt, többek között a Vémindi fúvós zenekarnak vezetője volt több mint 10 éven keresztül. A tábla információt ad arról is, hogy hogyan is éltek a zenészek az 50-es évekig, 60-as évekig. Általában minden zenész több hangszeren is játszott. Elsősorban a lakodalmakban a fúvós hangszerekkel indították a zenélést, aztán éjfél környékén, amikor már belefáradtak a zenészek a fúvós hangszereknek a használatába, akkor előkerültek a vonós hangszerek is. Egyébként a Magyarországra érkező németek hangszerei elsősorban első időkben a vonós hangszerek voltak, tehát a hegedű, a mély hegedű vagy a brácsa, és a fafúvósok, illetve a részfúvós hangszerek, amelyek nagyon drága hangszereknek számítottak, azok csak inkább később jelentek meg a 19. század végén, illetve a 20. század elején. A tematikus sétaút 6. állomásán megtudhatjuk, hogy a pécsi püspök birtokába tartozó mohácsi uradalomba elsőként Klimó püspök 38 német családot telepített be. Az első mohácsi német telepesek a Bécs-Belgrád közötti postaút mentén kaptak helyet. Ez a település közigazgatásilag ekkor még nem tartozott Mohács mezővároshoz, hanem a Ferences kolostorral együtt Új Mohács néven önálló község volt. Az ide települő németek, tehát nem németeknek akkoriban az 1770-es évektől nem volt még közvetlen kapcsolata a városban élőkkel, hiszen egy vadaspark, egy ilyen eléggé lápos terület választotta el őket a város belső területeitől. Ezért érthető, hogy az ide települő gyerekek sem nagyon tudtak eljutni a város iskoláiba, ezért kimondott az itt élő kérésére, itt egy német iskolát építettek, egy nagyon kis, egy tantermes iskolára kell gondolnunk, amelynek neves tanára és sokáig igazgatója Böhm Ignác volt. Az ő feljegyzéseiből tudhatjuk, hogy az itt ide járó gyerekek közül milyen nemzetiségi származásúak voltak, például 1857-ben 53 német, 22 magyar és 7 sokáig tanulója volt az iskolának. Természetesen itt is a nemzetiség arányok később is változtak, illetve asszimilálódtak a családok is. Miután az ide települő németek egy postaút mellett éltek, nagyon gyorsan feladták a mezőgazdaságot, amelyel valószínűleg foglalkoztak, és felhasználták azt a lehetőséget, amit egy postaút ad. Sokan közlekednek a postaúton, inkább kereskedelemmel, bor és gabona kereskedelemmel foglalkoztak, egyre inkább, illetve tudomásunk van arról, hogy a városban 5 neves vendéglő is működött, hiszen felhasználták azt, hogy itt sokan közlekednek, és inkább a vendéglátással foglalkoztak az itt élő németek. A Mohácsi Németség központja a közelmúltban átadott nemzetiségi tanösvény utolsó állomása is egyben. Itt megtudhatjuk, hogy a Kossuth Lajos utca mögötti részt Kis-Berlinnek nevezik még ma is sokan, miután az 1960-as években a környező településekről nagy létszámban érkeztek ide német nemzetiségű családok, akik számára 20 utcában 400 telket biztosítottak. Ezek a legkülönféle településekről, tehát akár Nagynyárádról, Majsról, Somberekről ide betelepülők, gyökereik jelentős részét azonban otthon hagyták a falvakban, és így a szocializmus éveiben már nem tudott kialakulni egy egységes német vagy mohácsi viselet sem, meg nyelvjárás sem, ezért a Mohácson élő nyelvjárások és viseletek azok a környékbeli falvakban élőknek a tradícióinak, hagyományainak, viseletének és dialektusának egy ilyen szintézisének tekinthető. Az itt élők elég gyorsan akkor azért polgárosodtak, asszimilálódtak, és megpróbáltak alkalmazkodni a városi élethez. Az állomásunk főhőse, vagyis hát személyisége Fét József, aki szintén ezt az előbb említett életutat járta be, és beköltözött a családjával
a városba, hogy itt új megélhetést találhasson. Látjuk a képen már, hogy a nagymama még őrizte a viseletét egészen, amíg élt, viszont a fiatalabb generációk már elhagyták a viseletüket is. Még 1526 előtt Mohács lakossága kizárólag magyarokból állt. A 17. század végi, illetve az 1960-as évekbeli betelepítések következtében az akkori Magyarország talán legtarkább anyanyelvű és vallású városa jött létre. Azt szerettük volna itt bemutatni, hogy a Mohács környékén viszonylag közel elhelyezkedő falvakban milyen nagy különbségek vannak például a viseletben. Néhány viseletet, vémindi viseletet, ha megnézzük például, és megnézzük, hogy melyik képeken láthatók a fényképek, a viselet jellemzői, akkor láthatjuk, hogy elég nagy eltérést mutatnak például a szoknyahosszakban, mondjuk a nagynyáradítól, a kendők megkötésének a módjában, és ezért szeretnénk bemutatni azt, hogy a Mohács környékén élő falvakban bizony nagyon nagy eltérés mutatható viseletben is, de akár például a nyelvjárásokban is. Az összesen több mint 40 millió forintból megújult német nemzetiségi ház, régi nevén Schneiderház, az egykori Deutsche Gasse, ma Kossuth Lajos utca fontos épülete, melyben interaktív játékok segítik a tanösvény jobb megértését. Die 1982 gegründete Tanzgruppe, die nach ihrer ersten Choreografin den Namen Grüne Wiese aufnahm, pflegt schon seit 40 Jahren die ungarn-deutschen Traditionen in Jing. Sie haben viele Qualifikationen erreicht, oft im Ausland gastiert, sind aber vielmehr darauf stolz, dass die Gruppe immer aktiv am öffentlichen Leben der Siedlung teilnahm und während der 40 Jahre mehr als 200 Kindern und Jugendlichen die ungarn-deutsche Kultur näher brachte. Több mint 350 vendég érkezett március 12-én délután a Gyönki Általános Iskola tornatermébe, hogy közösen ünnepeljék a Grüne Wiese német nemzetiségi tánccsoport fennállásának 40. évfordulóját. Also meine Geschichte in dieser Gruppe ist lange. Ich habe früher selber getanzt, dann war ich einmal die Betreuerin für die Kindertanzgruppe und die Jugendtanzgruppe leite ich seit 2014. Die genaue Zahl kann ich jetzt nicht sagen, weil manche gestern bei der Hauptprobe noch nicht dabei waren und heute erschienen sind, aber alle sind herzlich willkommen. Ich schätze so um 70 Personen oder etwas mehr. Das sind 10 Generationen Tanzgruppe, also nicht so Menschengenerationen, sondern Tanzgruppengenerationen. Hatalmas ováció fogadta az együttes utánpótlás csoportjainak, jelenlegi és korábbi táncosainak bevonulását, majd sváb divatbemutató keretében idézték fel az elmúlt 4 évtized legsikeresebb koreográfiáit. Also 40 Jahre, das heißt, hier kennen uns alle schon in unserer Stadt. Also ich wollte jetzt was Neues machen. Und zwar habe ich mir vorgenommen, dass ich eine Art Modeschau mache mit den Trachten, die wir in diesen 40 Jahren getragen haben. Mal sehen, wie das ankommt beim Publikum. Natürlich gibt es Festreden, wir haben Ehrengäste und die schönen alten Tänze. Kindertanzgruppe und auch ein Geburtstagsgruß und beim Geburtstag ist auch ein Geschenk dabei, also kunterbunt. Ünnepi köszöntőt mondott Krémer György, a Tolna megyei Német Önkormányzatok Szövetségének titkára, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának Szekszárdi regionális irodájának vezetője, és Szaka Gyula, Gyönkváros polgármestere. A szülők 4 gyönyörű születésnapi tortát sütöttek, és természetesen az ajándékok sem maradtak el. Hauptsächlich Deutsch, aber unsere Gründerin, die war in Bortina damals, und ein Lieblingsstück von ihr sind Mädchentänze. Und wenn die Gruppe nach Deutschland fährt, in unsere Partnerstadt, dann ist es auch gewünscht, dass wir was Ungarisches zeigen.
A tánccsoport alapítója, Strejer Györgyné, Stejc Ildikót virággal, egy minden táncos által aláírt emléklappal és szűnni nem akaró tagsal köszöntötték. 40 évvel ezelőtt, hisz 40 éves jubileumot ülünk ma, így van, annak idején a Csepülapu Gongyola települések közötti versenyen szerepelt Györgyönki iskola is, és ugye ennek a tánccsoportnak az egyik tagja voltam én is. 40 évvel ezelőtt hihetetlen, hogy elszállt ez a 40 év. Pont most beszélgettünk a régi csapattársaink, vagy csoporttársainkkal, hogy pontosan hányan is voltunk, lehet, hogy tévedni fogok, de minimum 10 pár volt, ez biztos, de lehet, hogy többen is voltunk. Sajnos most már annyian nem tudtuk, vagy nem jöttek el. Igen, bemutatjuk azt a bizonyos Inderbrüne Wiese című számot, amivel annak idején a Csepülapu Gongyolában debütáltunk. Müller Andor vagyok, feleségem Nedves Noémi. És mi óvodáskorunk óta táncolunk. Hát azért szeretjük a táncot, mert egy nagyon jó csoport összetartó. Rengeteg barátot szereztünk ez alatt, hát nem is tudom, 20 éve táncoltunk, vagy 20 évet táncoltunk körülbelül. És most így ezekre jubileumokra összejövünk, és újra együtt van a banda. És ez egy nagyon nagy öröm. És itt a kis utánpótlás is, reméljük, hogy ő is Mimike, igen, és reméljük, hogy akkor is lesz még tánccsoport, és fönnmarad ez a hagyomány. Ez szerintük egy nagyon szép hagyomány. Az ünneplés bállal folytatódott, a jó hangulatról a Vagabond zenekar gondoskodott. Polkas, Walzer und Märsche sowie moderne Stücke. In Bavaz spielte Blasmusik schon immer eine wichtige Rolle. Die Jugendblaskapelle wurde 1969 gegründet. 22 Jahre später wirkten sie auch bei der Freilichtmesse vom Papst Johannes Paul II. In Pogán mit. György Amann dirigierte die Kapelle mit kurzen Unterbrechungen fast 50 Jahre lang und brachte unzähligen Schülern Musik bei. Der Dirigentenstab wurde voriges Jahr von seinem Sohn Balázs Amann übernommen. Wir waren auf der Probe der Bavarzer Blaskapelle. 52 évvel ezelőtt a Babarczi iskolában 6 fős fúvós zenekar alakult Amann György vezetésével. Az első fellépéskor azonban már 15-en voltak. A zenekar azóta beutazta az egész országot, külföldre is eljutottak, főként Ausztriában és Németországban koncerteztek. 1991-ben II. János Pál pápa pogányi szabadtéri szentmiséjén is közreműködtek. A jelenlegi karnagy Amann Balázs tavaly vette át a karmesteri pálcát édesapjától. Amann György 50 évig vezényelte a zenekart, mely mostanra elhagyta nevéből az ifjúsági jelzőt. Ez nagyon régi történet, mikor én is másodikos, harmadikos kis legényke voltam, akkor apám gyakorlatilag a zenekar szüksége szerint kiválasztott, hogy akkor most én trombitás leszek, és elkezdtem trombitálni. Először önállam, majd a Mohácsi Zeneiskolában tanultam, és így fejlődtem tovább. Majd mikor a zeneművészeti főiskola elvégzése után, akkor tanítottam, zenetanárként dolgoztam, és dolgozom jelenleg is, itt Babarcon és Villányban is. És